Köszöntök mindenkit sok szeretettel, engem Bartuska Józsefnek hívnak. Először is hagyj köszöntselek ebben a közösségben, amit úgy hívnak, hogy Fireflies, ebben az üzletben, amit úgy hívnak, hogy Fireflies, ugyanis te már tag vagy, ezt a videót csak azok nézhetik, és azoknak ajánlott, akik már beregisztráltak a Fireflies rendszerébe, és úgy gondolják, hogy szeretnének ezzel üzletileg is foglalkozni és pénzt keresni. És ez a videó pontosan azért készül, azért készítettem nektek, hogy kicsit segítsek nektek eligazodni abban, azokban a tevékenységekben, amiket érdemes végezni a Fireflies üzletben. Kicsit rendszerbe szedtem nektek, ezt úgy hívom én, hogy munkafolyamatok, és hogyha ezeket a munkafolyamatokat rendszeresen a megfelelő szempontok alapján végezzük, akkor nagyon valószínű, hogy rövid időn belül mindenki a pool tagja lesz, és pool jutalékra lesz jogosult, majd pedig hosszú távon ezt másolva az üzlettársainknak segítve egyre több ember tudunk sikeressé tenni, és egy nagyobb, majd egy még nagyobb csoportnak a vezetőivé tudunk válni. Úgyhogy mik is ezek a munkafolyamatok ezzel kapcsolatban, hogy az első és a legfontosabb az a névlista. Tehát csak olyan neveket gondolok most itt, amikor azt írtam oda, hogy 30 fő, akikre úgy gondolsz, hogy érdemes nekik ezt elmondani, mert utaznak, mert a Facebookon láttad, hogy már volt egy utazós képe, egyáltalán csak van egy olyan gondolatod, hogy ő életében egyszer már utazhatott. Tehát ezek az emberek mind potenciálisak. Igazából ez egy lista, nem feltétlenül egy érdeklődési kör, de érdemes egy ilyen 30 főt felírni. Telefonból, Facebookról, akárhonnan, akiket így könnyedén meg tudsz szólítani. Később majd ezt a listát érdemes bővíteni. Tudom, hogy már, mivel benne vagy az üzletbe is, elindítottak, nagy valószínűséggel szakszerűen, ez azt jelenti, hogy már azért egy 3-4-5 embernek van, szóval kiküldted a videót. Ez a lista ez azért érdemes, hogy bővebb legyen 3-4-5 embernél, mert nem biztos, hogy mindenki azonnal regisztrálni fog. Tehát ez egy tendencia, hogy azért néha akadnak olyan emberek, akik azt mondják, hogy mégsem akarnak beregisztrálni ebbe a rendszerbe, még akkor is, hogyha csak 30 euróról beszélünk, és hogy ne akadjál meg, írjál össze egy ilyen jó 30 fős listát. Aztán majd nyilván fogod látni, hogy ezt érdemes bővíteni, ugyanis minél több ember van a listádon, annál több pénzt fogsz tudni keresni, de ez legyen az első és a legfontosabb, hogy miután ennek a 3-4 embernek kiküldted a videót, egy jó 30 főt össze tudjál írni. Ugye a kettes pont, amit ehhez szorosan össze, vagy ezzel szorosan összefügg, ez pedig nem más, mint a meghívás, de azt írtam, hogy hetente 10 darab telefonhívás. Ugye ez azt jelenti, hogy ha mondjuk neked van egy 30 fős listád, akkor körülbelül az elkövetkezendő 3 hétre már is, ha heti 10 embert felhívsz, akkor az elkövetkezendő 3 hétre meg is van egy kis munkád, egy kis munkafolyamatod, és ez azért fontos, mert körülbelül én azt mondom, hogy egy ilyen 10 emberből 2 szinte biztos, hogy beregisztrál. Lehet, hogy neked jobb az a számaid, vagy jobb lapokat húztál a kártyából, és az elején lehet az első 3-4 ember beregisztrál, de hogyha nem, nem kell feladni, hiszen minél több embert tájékoztatunk, annál többen fognak csatlakozni hozzád a Fireflies-ba, és hogyha hetente 10 darabot megejtesz a telefonhívásokból, amit most, hogyha időben nézem, először úgyis csak felhívod, egy pár mondatot elmondasz neki, majd elküldöd neki a prezentációs videót, ugye az neked dolgozik, és onnantól kezdve már csak egy utóhívás van, egy úgynevezett zárás, erről is fogok beszélni, de egy embert összesen a két telefonhívással, zárással egyetlen egy óra hosszába szerintem le lehet bonyolítani. Ami azt jelenti, hogy ha te hetente 10 embert felhívsz és megkeresel a Fireflies-t, az egy 10 óra hosszádat veszi igénybe. Viszont ne felejtsd el azt, hogy ha hetente 2 ember ez alapján csatlakozik hozzád, akkor 2 hét múlva te már biztos, hogy púlos vagy. Sőt, egy hónap alatt 2 púlra teszel szert. Ugye itt a prezentációt ismeritek, 80 euró vagy akár többet is tud fizetni egy pool, már is ki tudod számolni, hogy az első hónapban már nem 20-30, hanem akár 60 ezer forintot, vagy még annál többet is meg tudsz keresni, csak azzal, hogy hetente 10 embert felhívsz. Na nézzük tovább a prezentáció. A prezentációnak a megtartása is, vagy videó küldése alatt azt értem, hogy amikor te felhívod az ismerősödet, egy barátodat, hogy figyelj, itt van egy érdekes dolog, amiről hallottam, nyáron így is megyek nyaralni, gondolom te is fogsz menni, és képzelt beszerzési áron, Nagykeráron tudunk utazni. Ezzel kapcsolatban van egy videó, szeretném neked elküldeni, mikor tudod megnézni. Tehát innentől kezdve neked csak annyi a dolgot, hogy
leegyeztetsz vele egy időpontot, hogy ő mondjuk 7 órakor tudja megnézni, és akkor 7 órakor hívod, 7 óra 30-kor hívod, mert körülbelül az a prezentáció, vagy a rövid prezentációt küldöd, az 5, azt a 10-12 percest, vagy elküldöd azt a 20 percest, majd azt eldöntöd, amelyiket te jobbnak tartod, és utána egyből hívni kell. És azért kell utána egyből hívni, mert azok a kérdések, amik benne felmerülnek, azonnal kell rá válaszolni. Tehát a munkafolyamatoknak egy nagyon-nagyon fontos irányadó gondolata az, hogy a mostban kell cselekedni, és azonnal. És ez adja a lendületet is, meg ez fogja a te lendületedet is megadni, meg a csapatodnak is a lendületét, de most is azonnal kell cselekedni, nem az van, hogy elküldök egy videót, csak úgy, hogy nem is szólok neki, és majd 3 nap múlva, vagy egy 7 múlva felhívom, hogy na megnézte-e, mert körülbelül az lesz rá a válasz, hogy milyen videót, mert lehet, hogy nem is emlékszik rá. Szóval a meghívásnál csak annyi a dolgod, hogy egy pár szóban felkelted a figyelmét, akár az üzletre, figyelj csak ezzel, pénzt is lehet keresni, nem csak jó áron utazni, nem csak nagy kereskedelmi áron utazni, hanem képzeld el, hogyha hozol 3 embert, 4 embert, akkor már is egy ilyen havi 30 ezer forintra szert tudsz tenni. De figyelj, nem is mennék bele, küldök egy videót, nézd meg. És a következő lépés, megkérdezed tőle, hogy mikor nézed meg a videót, mikor tudod megnézni. Mondd egy időpontot, mondjuk este 7-kor. Jó, figyelj csak, akkor 7:30-kor hívlak. És te 7:30-kor hívod. A másik ezzel kapcsolatos fontos információ, hogy neked minden eszközöd megvan, ugyanis már a te meghívód ezt átadta. Ezt majd az elindításnál fogom taglalgatni, de neked van ez a PowerPointos prezentációd, megvan a videód, a rövid, a hosszú, megvan a regisztrációról a videód, stb. Tehát minden anyagod megvan, ami ahhoz kell, hogy igazából amikor majd az utóbeszélgetés, úgynevezetten a zárás megtörténik, akkor te 100%-osan képbe legyél, hogy pontosan mit kell csinálni. Úgyhogy ha most hetente 10 alkalommal ezt megcsinálod, hogy felhívod őket és elküldöd nekik ezt a videót, majd pedig a záráskor a beszélgetést megejtitek, mondom, tehát ez 10 óra hosszánál nem vehet többet igénybe, hiszen még a videó is helyette dolgozik, nem neked kell megtartani a prezentációt. Na mi van akkor, hogyha mondjuk ő nem nézte meg a videót, de megbeszéltitek, hogy 7:30-kor hívod. Hogy nagyon egyszerű a dolog, neked csak annyi a dolgod, hogy vagy Skype-on, vagy valamilyen alkalmazáson keresztül egy megosztod a képernyőt, és elmagyarázod neki a prezentációt az alapján, a PowerPoint alapján, amit van. Tehát vagy a videót nézte meg, amikor 7:30-kor hívod, és már a záró kérdéseket csináljátok, vagy ha még nem nézte meg, akkor már is megtartod neki a prezentációt. Nem olyan nehéz, úgyis csak fel kell olvasni azt, ami oda van írva. A negyedik pontnál tartunk, zárás. Ugye oda van írva, prezentációval zárok, hiszen lehet, hogy a videó megnézése után neki voltak kérdései, vagy vannak kérdései, és akkor meg tudod nyitni a prezentációt, megosztod a képernyőt, és már is tudod neki mutogatni azokat akár a pull-al kapcsolatos kérdéseit, akár a weboldallal kapcsolatos kérdéseit. Ha nem kell megnyitni a prezentációt, mert csak kérdései vannak, akkor válaszolgatsz rá. Nem bonyolult kérdése. És ez a pool, ez hogy működik akkor? Akkor miből van a jutalék? Akkor hogy működik ez a weboldal? Tényleg vannak-e ilyen kedvezmények? És nem véletlen írtam oda azt is, hogy weboldal kedvezmények bemutatása, hiszen azért lehet egy bizalmatlanság abban az emberben, akivel te épp beszélsz. És ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon egyszerűen el tudod oszlatni minden kételyét, figyelj, nézzünk rá az oldalra. Keresünk rá egy Prágára, egy Rómára, egy Párizsra, de akár egy Budapestre, hajdúszoboszlóra is, és nézzük meg azt, hogy akkor mennyibe kerül nálunk, és mennyire tudnánk máshol megkapni. Sőt, ha van valami terv a nyárra, már is rá tudunk keresni. És onnantól kezdve, hogy te a kedvezményes ajánlatokra rákeresel, és megmutatod neki, sőt, össze is hasonlítod akár egy más weboldalnak az árával, onnantól kezdve elszállt minden kételje. Tehát én meg szoktam osztani a képernyőt, és én csinálom. Na figyelj, beírom akkor neked Prágát. Prágában van mit tömény, 600 ajánlatunk, ott van mondjuk az a 200-300 kedvezményes ajánlat általában, és akkor én azokat a kedvezményes ajánlatokat hasonlítom neki össze. Elmondom, hogy nem mindegyik ajánlat olcsóbb, de ez a 200 vagy ez az 50, amit most kikerestünk neked, ez viszont igen. Na, hasonlítsuk össze. És onnantól kezdve egyet-kettőt összehasonlítasz, már elszállt minden kételje. Jó? Tehát ugye ez nagyon fontos. Innentől kezdve, hogy akár ezt csináltad vele, akár ugye a prezentációval kapcsolatban, a pool-al, vagy karrierre, vagy bármivel kapcsolatban volt a kérdése, hogy válaszoltál rá, már is tudod csinálni a regisztrációt. Na most én olyan kérdéseket szoktam feltenni, hiszen hogyha mondjuk tegyük fel, megnézte a videót, és nem a kérdéseivel kezd, hanem meg szoktam kérdezni, hogy na, fia, láttad a videót? Azt mondja, hogy igen. Jó, van ezzel kapcsolatban kérdésed.
Tegyük fel, mondjuk nincsen kérdése. Általában szokott lenni, de hogyha mondjuk nincsen kérdése. Na, jó, hogy tetszett? Tehát igazából csak kérdezni fogsz, ő pedig válaszolni fog neked. Ez csak tartsd be. Egy kérdés, egy válasz, de addig ne nyisd ki a szádat, amíg ő nem válaszolt. Én ezeket szoktam kérdezni. Figyelj, láttad a videót, hogy tetszett? Mondjuk tegyük fel, mondjuk nem egy bő szavú a jelöltet. Hát úgy tetszett. Értem. És melyik része tetszett? Az utazás tetszett, vagy az üzlet tetszett, vagy mind a kettő? Hát úgy mind a kettő. Érdekes. Jó. Akkor tényleg beszéljünk egy kicsit az utazásról egy mondatban. Ugye, ha találunk neked egy olyan ajánlatot, akár nyárra, akár mikor, amikor akarsz menni utazni, tehát találunk neked egy olyan ajánlatot, ami árban és minőségben kielégíti az igényeidet. Kipróbálnád ezt a szolgáltatást 10.000 forinton? És várod a választ. Mindig igen a válasz. Hát akkor igen, akkor kipróbálnám. Jó, és már, tehát ő már elköteleződött feléd, hogy ő be fog regisztrálni. Akkor a másik, én már viszem egyből az üzletre. Mondom, figyelj, a videó meghallgatása közben, vagy akár utána, kikken gondolkodtál? Ki lenne az a 2-3-4 olyan ember, akinek így érdemes lenne szerinted ezt a videót elküldeni? Hát a Béla, a Józsi, tehát jó, ha nevesíted őket, és tudsz róla beszélni, de ha nem, az se baj. Hát van, vagy van 3-4. Én általában meg szoktam kérdezni, kik ezek? Hát az egyik a barátom, a másik a munkatársam, a harmadik ez. Nevesíteni is szoktam. Mondom, mit szólnál nekik, hogyha beszélnénk velük egy szót, egy pár szót, és elküldenénk nekik ezt a videót? Mert akkor lehet, hogy ugyanaz lenne az eredmény, ami nálad is, hogy most neki is ez tetszeni fog, és már is megvan a 4 embered, már is fedezted a következő, már fedezted is igazából a best price opciódárát, sőt, még maradt is pénzed, ugye 80 eurója. Általában bele szoktak menni. Hogyha mondjuk késő este van, akkor azt mondja, hogy hát most már nem hívom fel őket, de majd holnap felhívjuk, vagy felhívom. Hogyha viszont megteszi, mondjuk tegyük fel, mondjuk délelőtt 10 óra van, és mondjuk felhívja az illetőket úgy, hogy még akár te Skype kapcsolatban is vagy vele, sőt hallod és tudsz neki segíteni, én is szoktam neki ötleteket adni, hogy miket mondjanak, akkor már is 4 embernek elküldte a videót. Tehát mi történik? Az történik, hogy neki szükséges egy regisztráció, máskülönben nem fognak tudni hozzá beregisztrálni az emberek. És akkor itt szoktam rátérni arra a dologra, hogy figyelj, akkor mutatom, hogy tudsz beregisztrálni, jó? Tehát semmilyen több, hogy 30 fős lista, meg heti 10 telefon, itt még nem tartunk. Itt még csak egy olyan zárási rész van, hogy ő úgy gondolja, hogy neki ez tetszik, azt is mondta neked, hogy kipróbálná ezt 10.000 forinttal, sőt már van 4 olyan ember, akire gondolt. Ebben az esetben neked csak annyi a dolgot, hogy beregisztráld ott élőben. Tehát nem várunk 3 nap múlva meg, na jó, megbeszéltünk mindent, majd beszélünk. Nem. Tehát ott helyben, élőben be kell regisztrálnod. Ugyanúgy megvan osztva a képernyő, én úgy szoktam csinálni, hogy figyelj, csak mutatom, hogy kell beregisztrálni. Egy perc az egész. Bemegyek a webirodámba, kivágom a saját regisztrációs linkemet, kijelentkezek a webirodámból és beillesztem. Hát onnantól kezdve, ugye, ha ismeritek a felületet, megjelenik akkor az a regisztrációs ablak. Kitöltöm a nevét, akkor az e-mail címét, a telefonszámát, tehát azokat a dolgokat, ami szükséges ahhoz, hogy tudod, be tudjuk regisztrálni. Utána csak annyit csinálok, hogy rákattintok arra, hogy regisztráció, és ő pedig megkap egy e-mailt. És akkor mondom, hogy figyelj, csak menj már be az e-mailbe, mert kaptál egy linket. Nagyon jó, rákattint a linkre, mivel én adtam meg az e-mail címét, meg a jelszavakat, mindent, igazából belépek egyből ott a profiába, a webirodájába, és kitöltöm az adatait is. Hát figyelj csak, hogy hívnak, mi a neved? És töltött kifelé az adatokat végig, addig a pontig, amíg sikeresen elmentve. Na látod, nézd csak, most már benn vagy a rendszerbe, be vagy regisztrálva. És már is megyek a Firefly termékvásárlása gombra. Nem kérdezem meg, nem oda kattintok, és csak itt tudjuk megvenni, itt tudod megvenni ezt a 30 eurós best price opciót, rákattintok, ott van, hogy egy best price opció, egy évig érvényes, katt. Megy tovább, beviszi a kosárba, látod, nézd csak, itt van egy bankkártya használati díj, kőkemény 1 euró, ott is rákattintok, regisztráció, vagy fizetés. Nézd csak, itt jönnek utána ugye megy tovább a számlázási adatokhoz, ott elmondod neki, hogy ha magánszemélyként regisztrálsz, akkor itt vannak az adataid, hogyha cégként, akkor még adószámodtól kezdve ezeket is meg tudjuk adni, és akkor el tudod költségelni, nem kell neki fizetés. És már is ott tartunk a PayU-nak az oldalán, ahol csak a bankkártyának az adatait kell megadni. Ugye igazából itt tartunk, és akkor már is készen vagyunk, ugye kellene akkor a bankkártyát, hogy akkor meg tudjuk csinálni a regisztrációt. Most itt két dolog van. Vagy azt mondja, hogy megadja a bankkártyának az adatait, és akkor segítesz neki a regisztrációba, tehát kit érdekel egyébként a bankkártya adata, vagy a B-verzió, azt mondja, hát jó, de nem akarom, hogy lásd. Semmi gond, képernyő megosztás vége, mondom neked telefonon, hogy hova kattints, és akkor ezt egyedül te meg tudod csinálni.
Tehát ott maradsz vele vonalba, vagy ő osztja meg a képernyőt, de akkor ugye nem kell megosztani, akkor megint látnád a bankkártyadatait, hanem akkor a telefonján keresztül mondod neki, hogy ide kattintasz, és addig csináljátok, amíg készen nincs a befizetés. És onnantól kezdve üdvözlőd, gratulálsz a döntéséhez, sok sikert kívánsz neki, és már is bent van. Na mi van akkor, hogyha mondjuk ő azt mondja, hogy hát jó, de most nem akarok fizetni, vagy most kell fizetni? Hát igen, most kellene, hát látod, már elküldtük 4 embernek a videót, ők azért be fognak regisztrálni, kihez fognak beregisztrálni, hát hozzád még nem tudnak. Erre azt mondják, hogy jó, csináljuk, hát most 10 000 forinton nem nagyon kell gondolkodni. Ha ő mégis akar rajta gondolkozni, akkor el kell ereszteni, tehát nem nagyon erőltetheted tovább. Ugye nem tudom, min akarsz még gondolkozni, de hogyha akarsz, akkor nyugodtan. Mikor beszéljünk róla, mikor folytassuk ezt a dolgot? Holnap, csak, hát akkor holnap, jó. Akkor holnap, amikor megbeszéltétek, ahogy akkor holnap, megbeszéltek egy időpontot, hogy pontosan mikor hívod, és abban az időpontban hívod. És ugyanígy ezeket a záró kérdéseket teszed fel. Na, hogy reagált az a 4 ember, akinek elküldted a videót? Jaj, még nem hívtam fel. Hívjuk már fel őket együtt. Ha ott valamelyiket érdekli, már is beregisztrál az illető. És úgy is lesz, 4-5-ből egy biztos, hogy lesz, aki érdeklődik, és neki már előtte be kell regisztrálni. De a legfontosabb az, hogy amikor te ezt a prezentációt megtartottad és felhívtad, regisztráld be. Tehát vagy ingyenesen, vagy pénzzel, de regisztráld be, inkább pénzzel. És nem azért egy gyroszára, ha 4-en beülünk egy gyroszra. És lehet, hogy még hogyha nem ízlett, akkor a pénzünket se kapjuk vissza. Itt árgarancia van, ugye pénzvisszafizetési garancia van 14 napig. Tehát nem egy olyan összegről beszélünk. És ezt ő is érti, ezt ő is tudja, tehát neked is tudnod kell, hogy az a 10 000 forint nem fogja földhöz vágni, és viszont egy olyan dolgot ajánlsz neki, ami jó. Tehát tudod, hogy van kedvezmény, tudod, hogy sok ajánlat van, tudod, hogy ki fogja próbálni, menni fog utazni, segíteni fogsz neki abban, hogy jó ajánlatot találjon, elégedett lesz. Tehát neked a hited legyen rendben, hogy egy jó dolgot ajánlasz, és vidd végig addig a pontig, hogy befizeti 30 eurót. Mert hogyha hagyod kihűlni 1, 2, 3, 4, akárhány napon keresztül, sokkal-sokkal nehezebb lesz visszahozni. Jó? Tehát ez egy fontos dolog. Ezután, miután ő beregisztrált, és elküldte már 4 embernek ezt a videót, el kell indítani. Tehát csak azok az emberek vannak benne az üzletedben, akiket el is indítottál. Már az elindításnak a csíráját elültetted, amikor 4 embernek elküldtétek, és hogy majd telefonáltok, de el is kell indítani. Ez azt jelenti, hogy azok a videók, ami neked megvan, azokat átadod neki. De mik ezek a videók? A regisztráció folyamatáról a videó, a foglalás, hogy kell a weboldalon foglalni, a Revolut számlanyításról a videó, a prezentációk videója, a rövidé és a hosszúé is, akkor mi van még? A videók elküldése minimum 4 embernek azon a telefonás, ugye erről meg pedig már beszéltem, hogy ugye amikor beregisztrál, azonnal telefonáltok, és azonnal elkülditek 4 embernek a videót. Tehát azért azonnal, vagy legkésőbb másnap, mert utána már nem biztos, hogy fontos ez neki, vagy lesz rá úgy ideje. Mert azért ne felejtsük el, hogy azért mindenkinek vagy munkája van, vagy vállalkozása, családja, bármi történhet. Abban a pillanatban ott veled van, a zárás pillanatában. De utána már nem lesz veled. És sokkal nehezebb dolgod lesz, hogyha ezt majd napokkal később próbálod meg vele megcsinálni. Jó? Tehát az elindítás, tudja a webkonferenciának a dátumait, megvan neki a link, hogy ő is tudjon jönni, hallgassa, nézze, tanulmányozza, tudjon rá meghívni embert, ugyanis aki egyszer meghallgatta a videót és prezentáltál neki, utána meghívod egy élő webkonferenciára. Ez is egy nagyon fontos dolog. Tehát tudod, ez, hogy a videókat átadtad neki, megkapta az eszközöket. Eszközökkel pedig fog tudni dolgozni. Ugye az a lényeg, nézegetni fogja, tanulmányozni fogja, tehát elkezd egy kicsit jobban ráforogni erre a Fireflies-ra, az egész gondolata többet fog ezzel foglalkozni, vagy a gondolatai jobban irányulnak a Fireflies-ra, és ez neked kell, és ez neki is kell, hogy ezzel kezdjen el picit gondolatban foglalkozni. Nem biztos, hogy ő már egyből rááll arra, hogy na már ma, már holnap hívok 10 embert, de hogyha te ezt meg tudod vele értetni, és meg tudod vele csináltatni, akkor jót teszel vele. Azt a lelki állapotot tudod ilyenkor kihasználni, ami benned is volt, amikor te beregisztráltál. Tehát képzeld el, amikor, vagy emlékezz vissza, amikor beregisztráltál a Fireflies-ba, befizetted a 30 euródat, na jó, akkor most már benne leszünk a poolba, elindult valami, kipróbálom a szolgáltatást, tehát lelkes vagy. Ebben az érzelmi állapotban hajlandó vagy dolgokat megtenni.
és ekkor kell neked azt megtenni, hogy hívjunk fel négy embert, küldjük el négy embernek, írjunk egy picike kis listát, egy 30 fővel, tehát ebben a lelki állapotban hajlandó rá. Ha ezzel vársz, lehet, hogy sétál az utcán, megbotlik, beüti a könyökét, rossz helyen parkol, elvontatják az autóját, összeveszik a párjával, a gyerek egyest az iskolából, veszekedés van, bármi történhet. És onnantól kezdve ez a lelkesedés ez így szépen megy lefelé. Napok folyt, sőt már órák múlva is, de napok múlva egyértelműen. Tehát neked itt kell tartanod ennek az embernek a gondolatait, és a videókkal, a rendszeres élő webkonferenciákkal, azzal, hogy már négy embernek elküldtétek a videót, ezzel itt tudod tartani a gondolatait, és nagyobb esélyt adsz neki, hogy sikeres legyen ebben a vállalkozásban, mint hogyha hagyod kihűlni. Egyébként képzeld el azt, hogy ezt a folyamatot te végigviszed egy emberrel, mondjuk délelőtt 10-kor. Felhívtad, megnézte a videót, 10 órakor megnézte, 10:30-kor beszélsz vele, lezártad, minden kérdésére választ adtál, sőt, már négy emberének elküldtétek. Az a négy embere délután 4-kor megnézi, segítesz neki, ugyanis amikor az utóhívás van, akkor be tud téged csatolni, mondjuk egy Messengerbe, egy WhatsAppba, egy FaceTimeba, tehát amikor hívja ő azt az emberét, akinek elküldte a videót, akkor téged is hív. Tehát hárman lesznek abban a beszélgetésben. Már csak azért, hogyha kell neki a segítség, nincs még annyi információja erről a dologról, mint mondjuk neked, akkor te ott vagy és tudsz válaszolgatni a kérdésekre, és tudod végigvinni a regisztráció folyamatát. Na most képzeld el, ez megtörtént a te embereddel, elküldte az ő emberének, délután 4 óránál járunk, ő is beregisztrált, ő is elküldi négy emberének, a négyből csak egy érjen rá, vagy kettő este 7 órakor, amikor megnézte, és már lehet, hogy este 8-kor vagy 7-kor már ők is beregisztrál. Egyetlen egy nap leforgása alatt, de nem biztos, hogy egy embert, de lehet, hogy behozol 3-4 embert is ezzel a technikával. Már mélyülsz egy nap alatt. Az azonnal a kulcsa a lendületnek. A mostban keresendő a lendületnek a kulcsa igazából. Tehát most azonnal kell cselekedni, és mindent. Abban a pillanatban. Nyilván ezt egy rendszerbe fogod rakni a te életedbe, hiszen van munkád, vagy vállalkozásod, vagy gyerek, vagy bármi, vagy tanulsz, nem probléma. Egy a lényeg, hogy nézd meg azt, hogy mikor érsz rá a Fireflies-szal foglalkozni, és igyekezzél hetente 10 embert, 10 új embert megkeresni ezzel kapcsolatban, és azért kellett a 30 fős lista. Akkor az elkövetkezendő 3 hétre neked megvan a Fireflies-os munkád, amiből eredményed is lesz. Első héten 2 ember, második héten 2 ember, harmadik héten 2 ember, az már 6, már majdnem 2 hú. Akkor a negyedik héten is fogsz tudni 2 embert behozni, ja, és akkor nem véletlen volt odaírva a egyes pontra, hogyha oda néztek, később bővíteni érdemes. Ezért érdemes bővíteni a listát, mert nem biztos, hogy mindenki be fog regisztrálni. Tehát írtál egy 30 fős listát az első 3 hétre. Ha akarod majd a 4., 5., 6. hétben is folytatni, hát akkor kicsit írjál hozzá. De innentől kezdve, hogy te ezt látod, hogy működik, és könnyű, és tényleg pénzt keresel vele, nem 30 ember lesz neked a névlistára, hanem 300. És még egy fontos információ, és ez a 6. pont. Legyen 12 vevőd. Miért fontos ez? Ugye ez egy olyan rendszer, ahová az emberek azért regisztrálnak be elsősorban, mert szeretnék kipróbálni ezt az utazást. Most egyszer, kétszer, háromszor dolgozni akarnak, nem, ezt nem tudjuk. De ki akarják próbálni ezt a rendszert? És hogyha neked van 12 ilyen ember, aki ki akarja próbálni ezt a rendszert, akkor 3 púlos vagy. Az azt jelenti, hogy minimum 100 ezer forintot havonta megkeresel. Ha az a 12 emberből egy sem akar dolgozni. Tehát egy sem, mert ők nem akarnak. Majd fognak akarni, majd fogod látni, de ha ők nem akarnak, akkor is megvan havi 100 ezer forintot. És azzal a 12 emberrel csak annyi a dolgod, hogy ha felhív, hogy ő ide akar foglalni, akkor segítesz neki. Ha keresni nem tud, akkor segítesz neki keresni. Ha kérdése van, válaszolsz neki. Tehát ápold a kapcsolatot, és támogasd, és segítsd ezeket az embereket abban, hogy ne csak egyszer próbálják ki a szolgáltatást, hanem legyen egy sikerélményük utazásban, akár üzletileg is, de utazásban mindenképpen, és onnantól kezdve minden egyes hónapban vásárolni fogja ezt a 30 eurós terméket, mert megéri, mert szüksége van rá, mert célja van vele, mert látja, hogy jó. Soha nem fog vele leállni. Tehát legyen 12 vevőd. Hogy mennyi idő alatt? Amennyi idő alatt akarod. Ha akarod egy hét alatt, ha akarod egy év alatt. Előbb-utóbb juss el arra a pontra, hogy legyen 12 vevőd. Innentől kezdve egy nagyon jó referencia vagy te azoknak az embereknek,
akik egyébként majd a csapatodban ezzel foglalkozni fognak. Mert lesz. Lesz a 12-ből egy vagy kettő olyan, akinek ez motiváló, hogy a minimum 100 ezer forintot minden hónapban megkeresel. Sőt, a te környezetedben, akik még nincsenek benne, azoknak is motiváló lesz, hogy te minimum 100 ezer forintot megkeresel ezzel a vállalkozással. És ne felejtsd el, ha folytatod azt, hogy hetente 10 darab új telefonhívás, ezt néhány hét alatt eléred, és utána nem érdemes vele leállni. Hát, hogyha már van 12 vevőd, miért ne legyen 13, miért ne legyen 14? A 12 legyen az alap, hogy ezt minél hamarabb elérd. Nyilván az első pont a legeslegfontosabb. Legyél egy pólos, legyen 4 embered. De azt már a heti 10 telefonálással, már kb. Az első 2 hétben ki fogod pipálni. És már látni fogod, hogy működik. A 12 vevő az pedig azért kell, hogy egy jó példát tudj mutatni a te csapatodban lévő embereknek. És innentől kezdve majd csak figyelj, ha ezt elkezdik emberek lemásolni, egyetlen egy embered másolja le. Akkor nem 12 vevő van, hanem 24. Másolja le 2 ember. Plusz 12. Másolja le 10 ember. Mert előbb-utóbb lesznek. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog. Lesznek a csapatodban emberek. Ha ezeket a munkafolyamatokat ebben a sorrendben végzed, és rendszeresen, és szorgalmas vagy, és kitartó vagy, mert lesznek pofonok, és te tovább mész, mert nyilván senki nem úgy születik, hogy tökéletes, és mindent tud, ez nem baj, ez egy folyamat. De hogyha te a csoportodban egy jó példával jársz elő, sokan fognak másolni. És onnantól kezdve, hogy neked lesz egy csoportod. Az időbeosztásod lesz, ami nagyon fontos. Az időd 50%-át maximum a Fireflies-os időd 50%-át viheti el az a munka, amit a csoportoddal foglalkozol, amit itt a munkafolyamatoknál állsz. A maradék 50%-át az idődnek, amit a Fireflies-os idődről beszélek most, azt az új emberek behozására kell fordítanod. Tehát bővítetted a listádat, hetente 10 embert felhívsz, hetente 10 új ember, és majd lesz egy 13., egy 14., meg egy 20., meg egy 100. embered is. Tehát minél több szélességed van, tehát minél több ember csatlakozik közvetlen hozzád, annál több púlos vagy, annál több a havi fix pénzed. És ne felejtsd el, a csoportodba téged néznek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha te ezt csinálod, az alattad lévő emberek, akik szorgalmasak, és szeretnének ők is ezzel pénzt keresni és sikeresek lenni, ugyanezt fogják lemásolni. Azt csinálják, amit te csinálsz. Nem azt, amit mondasz, hanem amit te csinálsz. Innentől kezdve egy jó dolog kezd el másolódni, a mostban az azonnalban dolgozol, nem halogatsz, és innentől kezdve, ha ezeket a munkafolyamatokat végigviszed egy emberen, Isten nincs, aki megment attól, hogy te sikeres legyél ebbe a vállalkozásba. Hogy te egy komoly egzisztenciát érjél ebbe a vállalkozásba. De ha csak annyi a célod, hogy havi 100 ezer forint, legyen 12 vevő. Viszont azokat az embereket, akik beregisztrálnak a csoportodba, segítsd elindítani. Segítsd, hogy legyen 4 embere. Én addig segíts egy embernek, hogy legalább 4 embere meglegyen. Ha csak 1 vagy 2, az se baj, ugyanis már lelkes lesz attól, hogy neki van 1 embere. Nem a pénz. Tehát nem a pénztől lesz lelkes a te új embered, hanem attól, hogy sikerélménye van, és 1 embere már van. És sokkal nagyobb lelkesedéssel, hozzáállással fogja hívni az összes többit. Úgyhogy remélem, hogy segítettem. Itt van még egy nagyon-nagyon picike, apró példa meghívással kapcsolatban, ezt nem régen kaptam, nagyon jól működik, de egyébként ezekről is vannak videók, a meghívásról, és a te szponzorodtól, vagy a te felsővonalattól tudsz kérni ötleteket, de tényleg ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, és ennyire egyszerűen kell végezni ezt a tevékenységet. Úgyhogy a meghíváshoz egy pár gondolat, tehát tényleg egy VIP utazó és üzleti közösségnek vagyok a tagja. Meghívás után lehet ide bekerülni a rendszerbe, és garanciákkal, extrákkal, kedvezményekkel lehet utazni, és van mögött egy üzleti modell. Akár az utazás, akár az üzlet érdekes lehet a számodra. Mondjuk ő igent mond. Oké, küldök egy rövid videót, 18 perc. Nézd meg, hogy ha megérted, akkor azért lesz kérdésed, ha nem érted, azért lesz kérdésed. Mikor tudunk tényleg egy pár gondolatot még beszélni róla? Utána ott is van, felhívod, melyik tetszik, az utazás vagy az üzlet, ahogy én is nektek ezt levezettem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban tényleg csak ennyi, itt voltak ugye a munkafolyamatok, remélem, hogy segíthettem, és sok sikert kívánok mindenkinek, és rengeteg pult, rengeteg pult. Sziasztok!